A rezidens orvosképzés ügyére jelenthetne megoldást az az RMDSZ-es törvénytervezet, amelyet ma elsőházként elfogadott a szenátus. Ennek értelmében például elegendő helyet biztosítanának minden végzős orvostanhallgató számára a rezidens képzésben. A rezidens orvosképzés rendszerének hiányosságait a jelenlegi válság is hangsúlyozza, ugyanis az oktatásügyi miniszter hiányában nem írták ki a vizsgákat a rezidensi posztokra. Erre is kitér a ma elfogadott tervezet, hisz ennek értelmében 2019-ben kivételesen az egészségügyi szaktárca vezetőjének jóváhagyása elegendő lesz a képzés elindításához. A törvénytervezet azonban ennél sokkal többről szól, amint Vas Levente a tervezet egyik kezdeményezője is elmondta a híradónknak. Teremtettünk ugyanakkor arra is a szenátusi munka folyamán, hogy a helyek száma soha ne lehessen kevesebb, mint a végzősek száma, és kötelezzük a pénzügyminisztériumot arra, hogy az így kihozott helyek számára biztosítsa a fizetéseket. Erre azért volt szükség, mert a jelenleg meghirdetett helyek száma jóval kisebb, mint a potenciális jelentkezőké. A tervezet továbbá kimondja, a városi kórházakban, de a háziorvosi szakorvosi rendelőkben is bolytárkodhat rezidens rezidensorvos. Arra is lehetőséget teremtenek, hogy belgyógyászok, gyerekgyógyászok, háziorvosi szakképesítést kapjanak második szakként, mert 500 községben egyáltalán nincs ma háziorvos, és a ma praktizálók 35%-a 10 éven belül nyugdíjba vonul, miközben nem lesz aki a helyükre lépjen. A tervezet a képviselőházi szavazást és az államelnöki kihirdetést követően léphet jogerőre.